Minden előzetes várakozásunkat felülmúlt a szezonnyitány, a Balatonfüred elleni győzelmet azóta is emlegetjük. Bennetek mikor tudatosult, hogy ezen a mérkőzésen akár pontokat is lehet szerezni? Igen, természetesen ez egy bravúr győzelem volt itt a hazai pályán a Füred ellen. Hát szerintem így a meccs után egy 20 perccel tudatosult bennünk, hogy itt igenis mekkora tettet hajtottunk végre, hogy feljutóként megvertük a Füredet, és hát... Igen, a második fél időben, amikor vagy elment igazából a Füred 6 góllal, akkor mi sem gondoltuk, hogy ezt így meg tudjuk fordítani a végére, és egy ilyen végjátékot tudunk kihozni a mérkőzésből. Igen, a végjáték az nagyon kiélezetten alakult, és hát főszereplő volt az utolsó másodpercekben, mert azért kivitte az utolsó lövést. Milyen érzések szakadtak ki belőled ezután? Láttam, hogy a társak a nyakadba ugrálnak, és tön felett ünneplés. Igen. Nem arra számítottam, hogy ő fogja előni a labdát, a jobb átlövőjük, de végül is ő durrantott a kapura, és hát itt repültek középen az emberek, mindenkinek fönn volt a keze. Belementem az oldalamba, kivédtük, megvártam, hogy hol pattan a labda, és onnantól elszabadult az ünneplés. Ez a hét pedig már a Csurgó elleni mérkőzés jegyében telik, szombaton 18 órától lépünk majd pályára Somogyiaknál. Gondolom, hogy a kellő önbizalom megvan. Mit vársz ettől a mestől? Igen, ez a Balatonfüred elleni győzelem adott egy kezdőlöketet a társaságnak. Nagyobb önbizalommal fogunk odaérkezni a mérkőzésre. Azért egy hosszú út áll előttünk, oda a Csurgóra. Az egy nagyon nehéz pálya is ott, azért ott nehéz nyerni, de megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni belőle.